cudar dolga van a cselédnek, hírét se látja a finom ebédnek. Vacsoráról egyáltalán nincsen szó, kis cselédnek lenni nem nagy passzió. A nagysága macerája furt und furt, elcsábítja mellőle a szoba úrt. Messze földön küszködik a bakája, nincs egy ebbe, csak a szíve nótája. Így megy valahogy, hogy azt mondja, hogy jaj, de csoda, jó dolog a szerelem. Jaj, a csókolódást nagyon szeretem. Jaj, ha megölelnek, amúgy magyarán, és egyszer, kétszer, három, négyszer jól megpokoz a babám. Jaj, de csoda, jó dolog a szerelem. Jaj, ha megcsókolnak, jaj, de szeretem. Hogy azt se tudja, mi van én velem, de tud a jó dolog a szerelem. No hát, azt hiszem nincs ember, aki nem ismerte fel az előző bejátszáson Törőcsik Marit, kezi csókolom, drága művésznő. Ő annyira lehajtotta a fejét, és annyira nem nézett oda, de mondja meg, hogy miért nem szereti ezeket a régi felvételeit. Hát ha azt mondom, hogy most egy ország bámulta úgy a képernyőt, hogy... Általában nem nézem magam vissza, de véletlenül, mert a múltkor a Friderikusz is bejátszott. Azt se nézte, én figyeltem. De azt azért, ezeket azért megnézem, mert tudja, ezt olyan ajándékként kezeltem, hogy a Már Gyura megcsinálta velem ezt a két, nem mondjuk úgy, hogy sót, ez két fél óra, azt hiszem. És ezt, ugye én annyi meggyötört asszonyt játszottam, annyi fáradt asszonyt, hogy ezt mámoros volt nekem csinálni, és ez az egyetlen, amit szeretek néha visszanézni. Hát pedig itt is cselédlányt énekel. Igaz, hogy ebben aztán jön majd egyszer elő, majd még azt is be fogjuk játszani, jön egy olyan ez az egyetlen egy, amiket úgy megszoktam nézni, és úgy olyan örömködök, hogy milyen szépek a ruhák, meg mit tudom én, ezt szeretem. Nincs kibékülve a fiatalkori önmagával? Dehogy nem, ki vagyok, csak tudja visszanézni mondjuk filmjeimet, különösen színházat, azt nem bírom, mert nem tudok rajta változtatni, nem tudok rajta segíteni. És igazából nem is tudom, olyan 30 éves korom után kezdtem megbarátkozni magammal, nem tudom ez hogy van. Pedig hát mindenki azt mondja, hogy ilyen szépet, mint a Törőcsik Mari, és ezt a kollégák mondják, tehát nem csak tudom. A nézők, az tudja, a rendben. Mivel, mikor mondjuk középiskolás voltam, és emlékszem, Demény Marian volt közöttünk a bomba lány, és én utána úgy senki nem fordult meg, és azt gondoltam, hogy mikor fiatal színésznő voltam, szóval én mindig úgy kezeltem magam, hogy nem vagyok szép, hanem valami más hat bennem, reménykedtem. Egyszer egy kedves kollégám fölhívott, hogy kapcsoljak át, hiszem egy évvel ezelőtt, a Halman Péter. Mert nézzem meg, hogy milyen szép voltam én. Oda kapcsoltam, és mondtam magamnak, hogy hé, tényleg nem is voltam olyan csúnya. Ugye hányadik karácsony törtik velemben? Falun nőttem föl, tehát nekem a gyerekkori karácsonyok azok felejthetetlenek. És emlékszem, minden karácsonykor lovasszánkon átmentünk Törőcsik nagyapámat meglátogatni Tarna Szent Miklósra. És valahogy nekem akkor olyan egyszerű volt, hogy télen hó volt és hideg, nyáron meg meleg volt. És jöttek nagy esők, akkor mezítlábot totyogtunk a vízbe, és aztán nem hűlt le az idő. Ez maradt meg nekem a gyerekkoromból, hogy akkor egyszerűbb volt az időjárás, és tudtuk, hogy van ősz, nyár, és tél, tavasz, nyár. Ez hogy kell jönni a... És ezek a gyerekkori karácsonyok, én csak merem remélni, hogy megközelítőleg olyan karácsonyokat rendeztem a én családomnak, gyerekeimnek, mint amilyeneket az én szüleim. És még a... Pedig belegondolok, ugye 45-ben voltam 10 éves, tehát 5 éves korom előttről biztos nem nagyon emlékszem, tehát a háborús években voltak a karácsonyok. De emlékszem, hozzánk az oroszok 44 novemberében jöttek be, apám
akkor nem volt otthon, mert katona volt, és anyám még akkor is csak egy kis gaj jutott, mert ugye ott az Alföldön nincs fenyő. Nem tudom, hogy egy zöld gajat honnan tudott szedni, azt se tudom milyen, de még az is volt, és nem tudom, hogy hogy csinálgatott ajándékokat, és emlékszem, úgy csinálta a szaloncukrot, volt neki nyilván cukor, meg valami kakaópor, hogy csinált cukrot, ilyen kis kockákra vágta, és fehér sejem papírba ilyen kockákat vágott, és egyet így, abba beletette a cukrot, így összefogta, fehér cérnával összekötözte, szétnyitotta, és ilyen fehér rózsák lettek. Úgyhogy később, amikor már volt szaloncukor, és mi már nagyobbak voltunk, emlékszem, mindig kértük anyámat, hogy édesanyám csináljál nekünk ilyen szép rózsákat a fára. Készítettem magának egy meglepetést, nem karácsonyi, szilveszteri, de higgy el, hogy örülni fog neki, annak ellenére, hogy most nem a művésznő énekel. Aha, akkor ezt nézem. Megmondtam egy piros rózsa számára, küldjön egy szép rózsát a babának. Azt felelte, késő van már, hull a levél, elmúlt a nyár. De piros rózsa, miért hazudtál nékem? Miért mondtad, hogy elmúlt a nyár végem? Piros rózsa, hová lettél? Hűtlen babám, mivé tettél engem? Piros rózsa, hová lettél? Hűtlen babám, mivé tettél? Emlékezett arra, hogy a Kálainak valaha szakála volt? Nem emlékeztem, gyere ide. Na de itt is van élőben is, és én őt hoztam magának karácsonyra. Drágám. Tudom, hogy te vagy itt, akkor jobban jöttem volna. Ide figyelj, nem tudtad, hogy én vagyok itt? Nem. Na most, Ferencem, én először téged középiskolás koromban, emlékszel, láttalak ott a tó teraszon, ahol a jégpálya van. Igen, igen, hogy ne, emlékszem. És rá. Ott bámultunk mi, középiskolások, téged, no, egy kicsit iszogattál, de akkor is szép voltál, de itt a szakálban, öregem, milyen szép voltál. Milyen szakálban? Én szakálba egy vízióvat látok magam helyett. Hát ezt fordítsák el, mert én nem szeretem nézni, szóval én mindig elfordítom. Nekem elég volt ez a kép teljesen magamról, minden önbizalmam elveszett. Ide figyelj, én is azért nem nézem magam. Igen, hogy, pedig te nézheted magam. Ne viccelj, de hogy kis milyen vágy. Szép, milyen szépen szakál, mikor volt neked szakállad? Volt időszak, amikor volt. Valami rózsáról énekeltél. Ó, Ferencem, olyan furcsa az idő. Az egyetlen felvétel, Feri bácsi, biztos emlékszel, amikor szilveszterre rávettek arra. Azt hiszem, édesanyád kedvenc dala volt? Vagy valamikor hallottam egy sztorit? Vagy megmondtam egy piros rózsaszállat. Ez az. Milyen fura az élet. Ugye egy színházban dolgoztunk, folyton együtt voltunk, akkor elkeveredett az ember, és alig találkozunk. Még mindig olyan viharosan élünk, hogy ahelyett, hogy ülnénk az ő teraszán, néznénk a várost, beszélgetnénk. Nem volt velem be a... Ferencem, egyszer, igen, de hát 1000 éve. És valami milyen furcsa az élet, hogy még mindig nem élünk olyan nyugalomba, hogy lenne időnk. Igen, és hogy az a fajta intenzív szerelem irántad, ez még nem múlt el, ez valami pokoli. Komolyan mondom. Őszintén, drága művész, most megmondhatja, karácsonyban szeretett, volt színésznő valaha, akivel együtt játszott, és akinek nem mondott hasonló szépeket. Mindenkinek, soha nem lehet más alapon. Hasonlót talán mondta, de olyan mélyről egyik se jött, mint vele. És ez olyan gyönyörű, mert semmi nem történt meg soha, csak ez a nagy szerelem. Soha, sajnos. Igen. De az olyan fullasztó volt, és tart, talán a ki nem értsége miatt. Bár azért, hogy ezt leigazoljuk, meg kéne próbálni.
De hányszor látom, de nagyon sokszor, ha nem látlak is, hogy elmerengek, hogy hogy is van ez most a szortírozva a kolléginákat, ki is volt, aki hasonló áramkörre hatott rám, vagy volt-e egyáltalán. Talán azt mondanám, hogy itthon élők nem. Igen. Mert valahogy nem úgy adódott. Hát ez nagyon megtisztelő rám nézve. De örülök, hogy elmondhattam neked. Most, hogy te megjelentél, Ferenc, olyan vágyam van. Eszembe jutnak a siófoki nyarak, meg ott tényleg, amikor Mara olyan finomakat főzött és ett. Valahogy én nem tudom, miért. De most az mondják meg nekem, miért volt akkor több idő bármire? Hát nagyon foglalkoztatott színészek. Azért, mert mind a ketten nem tudom, mert az volt a dolgunk, senki nem utazott, senkinek nem volt nyaralója, akkor még nekem nem volt családom. Nem tudom, akkor azzal foglalkoztunk, hogy egy színházban játszottunk, és utána pedig együtt voltunk, nem? Valahogy így volt. Másképp egyeztetődött a dolog, és centrikusan, epikúreus módon élni akartunk. Ugye háború után még melegített bennünket az ágyú, ami lövöldözött. Pest tökéletesen romokban, de kiépítettük azt, hogy ha csak másért nem, hogy élünk, és mentünk veszélyes utakon egymáshoz, ide-oda, kis cugukkal, kis patyukkal, stb. Hát azt nem tudom, hogy akit most meglepetésnek szánok, bejátszáson, persze előre megmondom, csak és csak bejátszáson, vele is kis patyukkal mentek-e, de nézzük meg őt. Kit? Jaj, 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 jaj! Mindegy lenne, bármit is mondok, hisz úgyis helyese van én. Ha gazdag lennék, rögtön bölcs lennék. Lennék én gazdag, mindig templomban ülnék, és nem a kocsi tetején. Ha tejfeltúrót borzsa helyettem már, szétosztok finom májat, jó huha bárhez, mindig az ünnep idején. Jöjjetek, csak nyitva lesz a ház. Ha én gazdag lennék, tartana a nagy dajdáj, temet díva munká, dolgom, gondom, másokra hagyom, jaj, ha egyszer meggazdagodom. De csak és kizárólag a meglepetés erre miatt, ne haragudjanak rá, meg kicsit hazudtam. Természetesen Besenyei művész úr is itt van. Gyere, Feri bá! Ferenc, gyere, Feri bá! Jöjjön már be, hát nem örül nekem? Meg Ferencemnek? Jó van, olyan totálban vagyunk, hogy itt van-e. Szerbusz, kismaláb, éppen megkérdeztem az Esztert, hogy hogy nem beszéltem veled már régóta. Éppen arról beszélgettünk, hogy valahogy sose találkozunk. Igen. Megpróbálok fordítani téged. Igen. Ebben az időszakban az ember azt mondja, még megül a dolog addig. Ajajajaj, igazad van. Meg nincs igazam, mert... Leülepszik a dolog. Akkor már szólok. Most már leülepedett az életünk, teljesen mindegy. Mindegy, hogy mi történt. Nem mindegy. Hát nem mindegy. Például olyan jó... élni. Én például azt élvezem, hogy még élek. Tényleg? Igen. Ő is élvezi. Én is élvezem. Hát imádkozik minden este, hogy legyen még szebb és fényesebb a nap. Hát ne vicceljünk. Így van, igen. Milyen a tanya Ferencem? Hagyjál békén. Nagyon szép. Nagyon szép. Minden gyönyörű. Minden szép, mindennel nagyon meg vagyok elégedve. Majd a temetésemre gyertek ki, ha nem esik az eső. Akkor is kimegyünk, te maga is jöjjön ki az enyémre. Jaj, jó. Nem mondják, hogy magázzák egymást?
Mi magázzuk, ötegez engem, én meg magázom. Igen, na de ilyen nincs, szerintem ilyen nincs a filmtörténetben. Ez biztos, hogy nincs, de én úgy szoktam, ahogy megszoktam, úgy szoktam meg. Például Ferencemet tegezem, Kálai Ferencemet, Kálmán Gyurikát magáztam, mert úgy szoktam meg. Amikor bekerültem a Nemzetibe, hogy a Besenyei mindenkit tegezett, én meg mint főiskolás mentem statisztálni a tragédiába, én nem mertem őt letegezni, és valahogy így maradt, hogy most, ő tegez engem, én meg magázom. Most nem veszitek ezt, ugye? De igen, mondd, de úgy volt ez, Ferencsi? Most már képbe vagyunk. Hát persze. Tényleg? Amióta bejöttél. Hát nem tudtam, Istenem. Én se tudtam. Hát én nem tudtam. Hát ez... Feri, én meg tudtam. Miért nem tegezted vissza? Hogy miért nem ajánlottak fel? Nem tudom. Nem ajánlottam. Nem tudom. Olyan, dehogy is, olyan távol volt ő. Mindig morgott rám, hogy én sose udvaroltam neked, mindig tele volt minden ujjára, volt 10 fiú. Hát körül volt véve emberekkel, állandóan nem lehetett megközelíteni, szegény annyi fiúja volt. Szegény Kálai alig győzött próbálkozni, és mindig lepattam. Olyan kedves kis emberke volt, olyan picike, úgy szerettem, úgy egy ölelésbe belefért, nem lógott egy se a keze, se a lába, se a fel, egy ölelésbe belefért, eltűnt. Aranyos, kedves, drága lány volt ez, nagyon szerettem őt. Aztán, mikor már színész lett, akkor meg már nagyon kellett tisztelni, tudod? Akkor nagyon oda kellett rá figyelni, mert már majdnem úgy nézek, hogy tudja, hogy mit csinál. De sokat kért, hogy tegezzem, de én megszoktam így, hogy nem, persze. nem tegezem. És ez olyan jó, hogy én magázom, ő meg tegez. Igen. Elképzelhető, hogy soha nem voltatok együtt hárman filmen? Nem. Most én megpróbálom gyorsan, akár egy jelenet erejéig. Nem, egészen biztos, külön-külön voltunk, de együtt soha. Úgyhogy ez most egy ilyen ünnepi alkalom, hogy együtt ez a halhatatlanságnak az utolsó pillanat. Hát két ilyen palival ülhetek itt, ez nagy dolog, nem? Soha az életben nem lehet velünk együtt. És két Ferenc. Velem, pláne velem. Ő még gyerek. Na most ezt hogy kell érted, ezt az ő még gyereket, Feri bácsi? Hát ő még fiatal. Hát elég infantilis vagyok. Rá lehet fogni. Édes kis vagyok. Én egyre gátlásosabb leszek öregségemre. Igen. Feri meg egyre nyitottabb lesz. Igen. Persze ő benne is van valami gyermekes. Nekem nincs már, nincs semmi. Hát az én bennem is van, nem? Nincs semmi vesztenis. Dehogy nem. Te gyerek maradt, ki van? Ajajaj. Gyerek, hogy a bizonyban van rá. De mi azért mégiscsak úgy éltünk, mint két testvér, de te testvér pár. Hol verekedtünk, hol veszekedtünk, hol morogtunk. Voltatok haragba tényleg? Egymás nélkül volt olyan, nem éltünk. Hogy nem beszélek a Besenyeivel, nem beszélek a olyan. Mostanában soha. Kezdődik. Ő kezd a rohadtja. De miért? Mi a probléma? Nem tudom. Megöregettünk. És egyre nehezebb szortírozzuk egymás dumáját. Igen. Hova kell tenni, megbocsájtani érdemes, vagy minek? Lát olyan gyönyörű életetek. Nekem mondom, Bukkehegyen elkezdtünk hárman építkezni, Sinkovics, Feri meg én. Szinte alig volt különbség, hogy mikor készül fel időben, és úgy mondtuk, hogy majd öregségünkre összeülünk Fröccsel, meg minden, és váltani fogjuk a világot. A világot megváltották, ez már nem a mi világ. Úgyhogy mi csak szemléljük ezt a világot, néha elég keserűen szemléljük, de mikor mondtuk ezt, és fiatalok voltunk, akkor nagyon szeretjük egymást, úgy gyűlöljük egymást, hogy borzasztó. Mondanám én nagyítva. Így van benne poén. Nincsen elég erőnk gyűlölni egymást. Meg hát miért is? Most kérdezem, hát szerepet nem jártatok el egymás előtt. Sose volt. Ilyen irányban nem volt. Soha nem volt. Ki voltunk elégítve. Mindenki csinálta. De még az is olyan gyönyörű, akiknek nagy múltjuk van, a múlt megmarad, mert például volt egy időszak, amikor én kezdtem a pályát, hogy a Major és a Gobbi köszönő viszonyban se volt. Mind a kettő a halála előtt a másikról beszélt, és végig az egyik hálószobájában, a Gobbiéban a Major lógott, mint korbacsó, a Major hálószobájában meg Gobbi, mint karnyóné. Tehát a nagy múltak, azok bármi történik, azok megmaradnak. Őnekik olyan hihetetlen, közös nagy múltjuk van, ami a... De a magáé semmivel nem kisebb ma már. Jó van, hát én köztük vagyok, remélem. Én rám nem is mernek rosszat mondani, mert nő vagyok. Nekem csak udvarolni lehet. Az a múlt, amely szó esik, pontosan így van,
a Major és a Gobbi múltja annyi titkot rejt, hogy arról nem érdemes beszélni. Igen, igen, igen. Nekünk igen. Meg nincs titkunk. Nincs titkunk, igen. Még közös szerelmünk sem. Semmi, nem volt olyan, hogy egyszerre nem. Rajtoltatok egy nem, csak irigyeltük a másikat. A másikat. Irigyeltük. Én nagyon irigyeltem. Nem akarom nem mondani, kérdezik. De nagyon irigyeltem. Nagyon irigyeltem. Te tudod, hogy kiről van szó? Tudottam a feleség. De mennyire tudjuk? A felesége. A Marát. Marát. Nagyon irigyeltem. Hát olyan felesége, mint a Kálai Ferinek. Olyan aranyos. Hát megmaradt, egy kicsit azért téged sok szeretettel innen ország világ előtt, mert te egy fénylő angyal egy kicsit azért simogatja ez a lelkemet, amit mondtok, mert Kálai művész úrral kapcsolatban mindig előkerülnek különböző beszélgetésekben, különböző kapcsolatok, hölgyek, ennek udvaroltam, ő maga vállalja föl. Persze. Számomra mindig egy halál megvető bátorság, mondom, ez az ember hogy megy haza, nem tudom. Mindegy, hogy olyan de, csoda a feleség. De a feleségéről soha nem volt szó, és most olyan elégtételt kapott Besenyei művész úrtól. Karácsony. Ezt kapja tőlük, drága Mara, végkísért az egész életünket, egyen meg a szívét, végig. Végig. Ugyanúgy, mintha az én feleségem lett volna, ugyanúgy kísérte végig az életem, mint az övét. Csak még nem írt könyvet. Csak... De ami késik. Igen. Ami kés, mondtam is neki, hogy igen, na tessék. Írt az én feleségem. Hát tulajdonképpen a párok nagyon aktívak, hiszen Törőcsik Marinál Már Gyula mindent megtesz a persze, saját és a művésznő érdekébe. Ott Éltes Eszter megírja a könyvet. Maradt a Kálai házas pár, akinek valami közösen... De annyira világ előtt volt minden rezdülése a házasságomra, hogy fölösleges rájön. Igen, igen. Nem le van okéztatva. Már-már ott tartunk, hogy meg is lehet érteni, hogy miért olyan jó a feleségem. Én meg miért vagyok ilyen szörnyeteg. Te nem is tudod elképzelni, hogy milyen erősen kísér a lelkiismeret furdalás. Majdnem komikusnak hat, de nem viccelek, hogy kivéve egyet, mondd, hogy kettőt, vállalni kell furdalás nélkül, mire a feleségem mondja, hogy hagyd abba, mert még elkeseredünk. Úgyhogy... Na jó, most Szászlónak is egy a vége, hogy az, hogy te... Lehet, hogy van egy kis lelkiismeret furdalásod, de hogy így élhetted le az életedet, igen. Tehát hazudozás, hazugság nélkül, nyíltan, igen, fölvállalva, igen, hogy nem lehetett igen. A szennylapoknak téged piszkálni meg. Igen. Az azt jelenti, hogy egy olyan asszony állt melletted, ami tényleg ritka az ebben az életben. Aki és pontosan ezért jó. Viszont nyilván ő ezt tudta, hogy te végig őt szeretted. Igen, hát igen. Hogy, mert hogy ő nélkül nem tudnánk még rosszalkodni se. Erre ő nélkül még rosszalkodni se Bástinál voltunk meghívva egy ilyen borozgatásra hosszabb időre, és ott akkor úgy kitárgyaltuk egymás bűneit, örömeit, stb. És mondom, hát én akárhogy hiszitek, hanem én mindig mindenhol a Marát keresem. Itt vagyok, az Isten áldja, mit keresgél? Ja, Istenem, most, hogy Lajost említettétek, csoda, de igen. Olyan fura, hogy Básti, Kálmán Gyuri, Istenem, hát, ja, Istenem. Mondjunk még, Latinovics. Most Mécsi, a nemzeti jutott eszembe, azért mondtam ezt a kettőt. Emlékezték eleget, úgyhogy most mi ezt kihagyjuk. Igen. Már néha az ember érzése. Tomanek. Csak tényleg sok ilyenkor az ember. Őze, Istenem. Ja, Istenem, Lajcsi. Őze, drága angyalom, vegyem meg a szívét. És nem, és igazából mondom... Gábor Miklós. Igen. Igazából mondom, nem voltunk alkoholisták, nem vacakoltunk, nem szemétkedtünk, lígtünk, lógtunk, csavarogtunk, hazudtunk, szerelmesen, szépen hazudtunk. Szóval olyan boldogságos volt az életünk, érted, hogy mindenkinek volt egy titka. Feri bácsi, ha nagyon lecsupaszítom, és úgy teszem fel a kérdést, hogy jobb világ volt? Jó, Istenem! Akkor azt mondjátok, hogy igen! Hagy válaszoljak már! Fiatalok volt. A Fellini megcsinálta a második világháborút, hogy ő akkor fiatal volt. Elsősorban fiatal volt. De csak azért volt jobb világ, mert fiatalok voltunk. Ezt akartam kérdezni? Hát biztosan. Hát azért, ha erre most nincs idő, hogy kitárgyaljuk, bizonyosan voltak. Olyan, azért rémisztő kor volt, no, hát azt azért persze, el kell mondani. A másik az, hogy lehet, hogy amire nem gondoltunk az életben, hogy megérjük még, hogy ez a kor lezárul,
talán sokkal jobbat vártunk. Az akkor, hogy fiatalon átélt, ott szülő karrierek, minden katarzisokkal együtt problémások voltunk, de mi a társadalom zordságát, színésztársadalom nem érezte. Nem. Kitárgyalódott velünk, igen, megbeszélték velünk, ezt is, azt is, hogy van maga megelégedve, így is tovább, és így tovább. A besugás helyzete, amiről itt szó esett, az arról szólt, hogy megkérdezték újságírók vagy pártfunkcionárusok. Most kinél azt jelentette, hogy bátran, nyíltan beszélek az akkori társadalomról, a másik pedig azt mondta, hogy na ezt jegyezd, mert ez most arról szól, hogy az államvédelmi is jegyzi, tehát le van igazolva. A mostani csacsenolás, hogy most milyen az élet, na most bum. Akkor azt hittük, hogy figyelnek ránk olyan erősen. Néha hidegrázást kaptunk, annyira figyelhettek. Igen. De mi ezt nem éreztük. Mi akkor azt hittük, hogy egyeduralmasak vagyunk a hatalommal, igen, konzultánsai vagyunk a hatalomnak is, de most pedig olyan nagyon nyíltan tárgyalódik. Nincs titok. Mindent lehet mondani. A két tanú hasonlósága például az egyik egy sokszor beszélt, sokszor átívelő igazságokat és történelmet mutat be, a másik pedig a jelenlegi rendszer fonákságairól beszél, amiről már nem illet beszélni, mert ez folyt. Azért nem hat olyan erősen, mert akkor benn voltak a választási fonákságok, és így tovább, és így tovább. Tehát a szabadság érzete most már akkora, hogy kicsit sok is, mert ez sokszor elsatírozza a rendet, anarchiát teremt, nihilt teremt. Az intimitás hiányzik, Feri bácsi? Hát többek közt, hogy gyertek ide. Nem vagy kíváncsi mindenre? Azt is lehet mondani? Nem lennél kíváncsi vagyok, mindenre? Mert reggel ott ülök a híradóban. Hát ez az, meg olvasod mégis az újságot. Föl nem állok, onnan veszem be a dedalonokat, hogy tudjam elviselni, ezt is, meg azt is. Nincs mint átlás nélkül, felelőtlenség nélkül mondják egymás ellen a szólamokat, a haragjuk olyan nyilvánvaló, hogy az ember azt mondja, hogy Jézus Mária, hogy így reszket a képernyő, úgy gyűlölik egymást. Hát akkor is volt ilyen, azt tudjuk, de most a hasonlóság tényleg az az igazság, amit Mari mondott, hogy fiatalok voltunk, másképp viseltünk. Most már rezomból nézzük a napot, a fájdalmat, a hazugságot, a rosszat, és azt mondjuk, Jézus Mária, tényleg reménytelen, és szükül az emberre, magára az ember anyagra. Az ember, aki elvesztette a méltóságát, az ember, aki megpróbálja eltörölni a barátságot, az igazából a szerelmet, a szentimentális ünnepeket, mert olyan gazdasági trágyadombá keveri az értelem, hogy ugyan minek, na most bezzeg, most mondd meg, szóval ezek a dolgok sajnos összekeveredtek a bazárárúval, lelkileg is, meg gazdaságilag. Itt az egész világon. És sajnos az a legnagyobb baj, hogy az egész világon. És azon kívül tudod, mivel úgy van az ember nagyon helyesen fölépítve, hogy fiatalon sokkal több mindenen átlép. Azért, hogy éljen, azért, hogy tovább menjen. Engem most már, ha kilépek a Katona József Színház színész bejáróján, és ott fekszik öt ember, akkor mindig kicsit visszahőkölök. Tehát minden nehezebben, és ne felejtsd el, hogy most már a televízió révén, és ennyi csatorna révén a világ fájdalmát öntik rád, és lehet, hogyha 20 évesek lennénk, erre nem figyelnénk annyian, hanem megcsinálnánk a saját életünket. De most ez sokkal, az összes világfájdalom, meg ami történik a természetben, ez egyszerűen én nagyon nehezen élem át, ez bizonyára hozzá. De kedvesem, mi megcsináltuk a saját életünket, annak ellenére, hogy körül voltunk véve mindenféle megjegyzésekkel, gyanúsításokkal, minden, amit még félni is lehetett, ha odafigyelt az ember, de nem figyeltünk oda, szerettünk. De nem tudhatom azt én, Ferencem, hogy a mai 20 éves hogy éli meg. Igen, hát ő se figyel oda. Ő se azt sem figyel oda. Most nincs mire figyelni. Te Mariát, most nincs mire figyelni. Most annyi minden vacakságra kell figyelni, hogy szétoszlik az ember feje, meg az agya, meg a minden. Hát nem értsd meg olyan, hát az a gyerekkor, Istenem, a gyerekkor, a cigányért parton, hódmező, vásár, elindulni ilyen messziről, egy pocsolyából elindulva, bevenni az egész világot,
Én hazudnék, ha azt mondanám, hogy nekem nem volt a gyönyörű karácsonyom, csak szép karácsonyom volt. Szerencsére én háború alatt nem éltem, én 50-ben születtem, tehát onnan kezdve tulajdonképpen igen, mindig csak gyönyörű gazdag karácsonyom volt. Az, hogy ti hárman most itt ültök, az nekem az egyik legszebb karácsonyi ajándék. És én ezt az életem végéig vinni fogom magammal. Ti ezt nem is tudjátok, nem is, mert miért? De amit ti csináltok, azt annak a hatását az emberekre nem tudjátok felmérni. Hogy akik most néznek bennünket, azok azt mondják, hogy Istenem, a törölcsik, a besenyei, a kálai együtt, hát ez nem létezik, hát de jó. És megpróbálom egymást valódi módon szeretni. Igen. És a hazugságnak minden szikráját kitörölni, és akkor tudjuk azokat a konzultációkat megcsinálni, amelyre vágytunk, mikor hárman ott együtt laktunk. Szóval nem betakarítani azt az érzést, amit az mostani feltételeim mutatnak, hanem elmondani, hogy Feri, ahogy egyszer elmondtam, pont itt nálam az a poénod, hogy nem találod meg azt az orvosságot, amely nem okoz szexuális zavarokat. És mert ezt a múltkor elmondtam itt éppen a televízióban, hanem az a gyerek és az a tiszta szívű ember, aki egy történetet elmeséltél neki, sírva fakadt, hogy az most, mint Kossuth Lajos ott a birtokán, hogy van, hogy mi ellen lázad, és hogy van, fűszeresen mondja azokat a gondolatait, amit tegnap mondott, azt ma megújítva közli mindenkivel. Szóval ezeket a furcsa hiányokat, amely most hármunkkal kapcsolatban fennáll, a Marival kapcsolatban pedig én azt tudom mondani, hogy tényleg hiányolom az ő társaságát. Igen. És se én nem tehetek, mert nem tudunk provokálni egymásnak olyan szituációkat, hogy gyertek el a teraszra, és reggeltől estig beszélgessünk. Nincs mit beszélni. Pedig már van terasz. Van terasz. A szituációk nem teremtődnek terasz meg, mert nincs esemény, amit átbeszélünk, vagy ami rossz, azt csak rossz közérzetet teremt. Úgyhogy maradjunk abban a gyerek állapotban, mint karácsonykor szokott lenni, most hogy van, amit előkészít a környezetünk, szerető szülőnk, nagyanyánk, nagyapánk, hogy azt mondta, hogy na kisfiam, most elmegyünk, mert majd várjuk a Jézuskát, elmegyünk a házak közé, és kis gyomai földszintes házak között néztük, ott, hogy hoppá, ott már benragyog a Jézuska. Igen. Nálunk a húzattal előkészítették azt, hogy akkor szaladt ki apám a szobából, amikor engem a másik szobából behoztak, hogy most már bejött a Jézuska. Mert? És a húzata, hogy apám igen, kiment az ablakon, még úgy tartotta magát, hogy ez tényleg most repült ki. Akkor én figyeltem a karácsonyfát, és nem tudtam másra gondolni, csak tényleg kiment a Jézuska. A mostani Jézus hívás már ott van, hogy na, akkor a Jézust meg kell várni előbb, aztán vacsorázzunk. Szóval leszűkültek a dolgok. Igen. Nem tudtunk szentimentálisok maradni ilyen gyertyás ünnepeken. Igen. Sőt, tovább megyek, mint kicsit fölnőttebb gyerek, már azt néztem, hogy remélem, apám is megvan 60, nem csak én. Igen. És akkor voltam boldog, ha éreztem, hogy az apámik meg vannak elégedve azzal, amit csináltak nekem. De Ferencem, én arra emlékszem, hogy nálunk meg hogy volt, mindig hatalmas karácsonyfáim voltak gyerekkorunkban, hogy beült csöngete. Az volt, hogy csöngetni fog az angyal. Nálunk, ugye. És ugye hároman voltunk akkor lányok, tódultunk be, és ahogy nyílt az ajtó, édesapám ott mögötte volt, és kilépett. De mi ezt föl sem fogtuk, hogy apám nincs velünk ott kint. Csak tudod, azt szeretném neked mondani, Ferencem, hogy honnan tudod, hogy mondjuk az én öcsém, három unokája, az anyja meg az apja Nógrádba élnek egy falun, hogy nem ugyanilyen a karácsony neki. Adja az Isten, én most magamról beszélek. Értem, mert csak azért mondom, hogy nekünk ez elszállt. De bízunk abban, hogy ugyanez, majd akik a fölnőnek ugyanígy vissza tudnak gondolkozni. Nem vissza, az az érzés, hogy nekünk nem. Ennél hogy a élmény nélkül fogják leélni az életüket. Ennélkül szépségesen szép volt az életünk, szép volt a gyerekkorunk, szép volt minden. A legborzalmasabb dolog is szép volt, a cigányért part pancsolni a pocsolyába, és onnan elindulni, gondolkodni, megismerkedni mindennel, nótával, kottával, világgal, emberekkel, megismerkedni.
az olyan csodálatos, hogy ez a vége, hogy a legklasszabbakkal együtt még élünk, és kezet foghatunk egy karácsonykor egymással. Hát ennél csodálatosabb dolog nincs a világon, mert mindent, amit csináltunk, azt azért csináltuk, hogy ez a nap szép legyen, hogy az emberekben szép legyen, hogy emberi méltóság legyen, azt szolgáltuk egy életek keresztül, az emberi méltóság. És ezért érdemes volt élni, úgyhogy mennyből az angyal lejött hozzátok. Komédiások. Nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok, és aztán a nézők is, hogy a Nap TV-nek sikerült ezt a három egészen kivételes embert egyszer, egy kamera elé ültetni, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltad. Ne állj fel, azt mondtam arra, mert hadd fotózzanak téged végén premier planban, mert ő egy angyal. Igen, angyal, igen. Szárnyacskái vannak, nincsenek szárnyacskái. 70 éves vagyok, Ferencem. 70-edikben vagyok. Taknyos vagy, taknyos vagy. Pont így. Taknyos vagy. Én meg 86 éves vagy. 86, 80, 70? Igen, hát. Mi? Magasságos atya, úristen. 86, 80 az 160. Hát én mondjuk 86, még 80, akkor ezzel szoktak ragaszkodni, hogy még nem vagyok 70. Igen, 69 vagyok. De drága, még nem vagyok. Most már mindegy kicsikén. Mindegy. Na, akkor ugye befejeztünk. Mi ismerjük egymást, szeretjük egymást, kész, ennyi.